Lassan 40 esztendeje vagyok pedagógus, és egyre jobban érzem, hogy az elektronikus eszközök térhódítása mellett szükség van az együttjátszásra. Már nincsenek játékkultúrát birtokló idősebb gyerekek, akiktől régen természetes módon meg lehetett tanulni a játékokat. Mindezek késztettek arra, hogy összegyűjtsem a székely játékokat. Írta le Boros Tiborné gondolatait a könyv ajánlójában. És a tapasztalatok szerint a gyerekek szívesen forgatják és játsszák nagyszüleik játékait. Főképp az volt a cél, hogy amit egyszer összegyűjtöttem 40 éve lassan, hogy ezt valahogy átörökítsük a mai világban. Nem csak azért, hogy bukovinai széke gyermekjátékokat örökítsünk át, hanem egyáltalán a gyermekjátékokat. Ebben a könyvben, amit most jelent meg a nyár folyamán, a társas kapcsolatok azért dominálnak. Bukovinai székely származású vagyok, és a gyermekkorom egy részét Kalazmon töltöttem. Tehát ott laktunk, ezeket a játékokat, majdnem mindet játszottuk. Amelyeket nem, azokra emlékeztek még a múlt század elején született adatközlőink. Azok közül, az idősebbek közül már édesanyám él egyedül, 94 éves. Nagyon sokat tanultam tőle is, de azok főképp inkább a kisgyermekeknek szóló játékok. A többieket vagy mi játszottuk, vagy az idősek elmondták. Tehát van olyan játék is, amit mind már nem játszottunk, és ezeket is szeretném, hogyha átörökítenénk. Nem volt nehéz a gyűjtés, mondta a szerző Boros Tiborné Joli, mert az idősek is nagyon élvezték az emlékezést. Kijöttek, volt, aki betegen kiállt és eljátszotta, amelyeket végképp nem értettem, hogyan is játszották, és addig mutogatták, hogy összeállt a játék tulajdonképpen. Két nyaramba telt, amíg én ezt összegyűjtöttem, akkor főiskolás voltam, és tulajdonképpen a szakdolgozatom témája lett ez a gyermekjátékok. Nem került akkor mindegyik gyermekjáték bele a szakdolgozatba, de megvoltak még a úgymond piszkozatok, és már a bekönyvbe azokat is beletettem. Nem tankönyv, de pedagógusok is használhatják. Nagyon sok játékot tanítottam én a gyerekeknek ebben. Vannak kedvenc játékok. És nagyon jól esett, mikor hát én testnevelést is tanítottam, nem csak tehát más tantárgyakat. És játsszuk azt, amit a Joli nénivel, és ugye nem tudta az a pedagógus, hogy mi az a jó. És akkor a gyerekek megtanították. Tehát vannak olyan játékok, amik kimondottan kedves játékok, mind szobai, mind kinti játékok. Nagyon szívesen fogadják. Csak oda kell közéjük menni és játszani. Tehát vannak olyan játékok benne, amit nem kimondottan bukovinai székely, ott is játszották, de hát az, mivel egyetemes a játékkultúránk, magyar gyerekek, tehát itt Magyarországon is játszották, de változata sok van. Joli maga nem tudja, hány játék van a könyvben, de több korosztály is talál magának benne megfelelőt. Azért, hadd mondjam el, a pedagógusok kutatnak sok játék után, és a népi játék az jelen van a nem székely pedagógusok kezébe is, tehát azért ők tanítanak olyat is. Én inkább a szülők kezébe adnám, nagyszülők kezébe, hogy otthon is játszanak. Mert a természeti környezettel való játék az valahogy elmarad. Régen ugye kimentünk játszani, egy papsajtból tudtunk már gyűrűt vonni, vagy nyakláncot, míg ma már ez nem nagyon történik meg. A természetben csodálatos anyagok vannak, mindenből lehet játékszert készíteni. És nem is az a fontos, hogy a végén, hogy csak játszanak vele, hanem maga az, hogy elkészítik a játékot. Tehát az már nagyon nagy élmény számukra. Valószínűleg nem lesz újabb kiadvány, hiszen azok, akik még mutathatnának régi játékokat, nem élnek már. Azt mondja a szerző, de a remény megvan, hogy a mi korosztályunknál még előkerülnek olyan játékok, amivel el lehet kápráztatni a gyerekeket.